5 éve működik Nyíregyházán a kosárközösség. A legfontosabb fogalmak talán a civil szerveződést illetően a környezettudatosság, a fenntarthatóság, a helyi termék, a helyi érték. A Nyíregyházi kosárközösség 2013. májusa óta működik, példát adva számos más település hasonló kezdeményezése számára. A civil kezdeményezés a helyi gazdaság megerősítésén, illetve annak újraélesztésén dolgozik. Olyan helyi termékeket előállító termelőket fogadnak soraikba, akik ezt támogatják, illetve a vevőkör is azokból áll, akik a fenntarthatóságot tartják szem előtt. Véleményük szerint minden helyben maradó forint előbb-utóbb visszatér és a helyi gazdaság körforgását segíti. Ezen túl a közösség elkötelezett a környezet tudatos módon előállított és egészséges élelmiszerek mellett. Ezeket a termékeket részesítik előnyben. A szervezet tagjai a vásárlók, a termelők és a működést biztosító önkéntesek. A termelők csak a saját maguk által előállított termékeket árusíthatják, illetve regisztrált őstermelőnek kell lenniük. Ha előállított termékeket értékesítenek, akkor annak előállítási jogával kell rendelkezniük. Az ára kialakításában figyelembe veszik a piaci árakat, a szezonalitást, valamint az ár és minőség összhangját. Termelőik nyitott gazdálkodást folytatnak, így érdeklődés esetén a közösség tagjainak is szívesen bemutatják a termelési folyamatokat. A működést egy webáruház is segíti, a megrendelt termékek összeállítását pedig az önkéntesek végzik. Mindezeket az információkat elolvashatjuk, hogyha a Nyíregyházi Kosárközösség weboldalát fölkeressük. Stúdiónk vendége a témát illetően a kosárközösséget létrehozó Helyben a Jövőnk elnevezésű egyesület egyik képviselője, Zalatnai László. Köszönöm, hogy bejöttél a stúdióba, Laci, hogy beszélgessünk erről a témáról. Mennyiben változtak a célkitűzések, amire alapoztátok 5 évvel ezelőtt ennek a közösségnek a létrehozását? Sok-e ebből a szempontból 5 év, vagy minden maradt a régiben? Aha. A célkitűzések nem változtak szinte semmit, mi lettünk talán egy kicsit hát a bölcsesség szó az egy kicsit erős talán, tapasztaltabbak, ez az jobban ideillik. Én nagyon naív ember vagyok sokszor, és azt gondoltam, hogy elég, hogyha csak beszélünk arról az itt élő embereknek, hogy helyi terméket kell vásárolni, mert akkor helyben marad a pénz, helyben lesz munka, lehetőség, megélhetés, kisebb környezet szennyezéssel jár, hogyha helyi élelmiszert veszünk, hiszen ugye nem kell messziről szállítani, rengeteg energiát lehetne így megtakarítani, de nem így lett. Tehát, hogy ez sok aprólékos munkának az eredménye, de nem is baj, hogy így lett. Tehát, hogy nem kezdette mindenki Nyíregyházán helyi terméket vásárolni, mert jelenleg az a helyzet, hogy nem is lenne elegendő helyi élelmiszer. Tehát ma már olyan szinten kevés a helyi termék, hogyha mindenki hirtelen helyi termelésbe akarna, vagy onnan akarna vásárolni, akkor nem nagyon tudna, nem ne lehetne ellátni az embereket. Ezért azt gondolom, hogy itt is a mértékletesség, a fokozatosság elvét érdemes betartani. Mi is így működünk, tehát látni a kosár forgalmában az első átadási nap, ami már majdnem 5 éve volt, igaz, akkor 18 vevőnk volt. Most már elértük a 140 vevőt is, általában 120 vevő, ami hetente megfordul a kosárban, és ez alkalmazott arra, hogy fokozatosan fejlesszük a saját rendszereinket is. Hiszen ugye ezt önkéntesek végzik a termékek összecsomagolását, megfelelő hűtőkapacitás kell azért, hogy az élelmiszer biztonsági láncnak megfelelő lépéseket be tudjuk tartani. Tehát ez a fajta idő az arra volt jó, vagy ez az idő, amit eltöltöttünk eddig, hogy nagyon sok tapasztalatot szerezzünk, és nagyon sok rendszerfejlesztést hajtsunk végre. És ma már ott van, hogy ezek a rendszerfejlesztéseink egyrészt működnek, másrészt meg valóban egyfajta, hát erős szó ez, hogy példa lettünk, de hogy sokan járnak hozzánk tanulni. Van, amikor tréninget is szervezünk, tavaly december elején vagy november végén volt egy képzés, amikor 16-an jöttek az ország különböző pontjairól, sőt, még jöttek Erdélyből is, hogy bevásárló közösséget akarnak alapítani, és hogy kezdjünk ennek neki egyáltalán. Úgyhogy ezek működnek, illetve működnek azok a kezdeményezéseink is, ami arra szól, hogy megerősítsük a helyi termelőket. Hiszen ugye, ha nem vásárolnak az emberek a helyi termelőktől termékeket, akkor nem jut hozzájuk elég pénz, akkor tőke hiányosak lesznek, és akkor a termékek minősége, vagy nem is a minősége, mondjuk a feldolgozásnak a lehetőségei nincsenek meg.
Úgyhogy 2 éve volt egy programunk az Aranytojás Társaság, amikor ilyen helyben kapirgálós csirkéből származó tojást hiánycik volt, és akkor egy közösségi gyűjtést rendeztünk, aminek a lényeg az volt, hogy aki ebbe beszállt, az nem adományt adott, hanem befektetett. Ezek ilyen mikrobefektetések, 5000, 10000 vagy 20000, esetleg 50000 forintig mentek el. Majd amikor megvalósult a beruházás, ez egy csirkeó például, és lettek helyi kapirgálós tyúkokból származó tojások, akkor ezeket a befektetéseket szépen azok a vásárlóink, akik ebbe beszálltak, szépen levásárolhatták a minden héten, hétről hétre. És ugyanez most már működik egy másik rendszerben, most egy másik termelőnek, most más néven indult ez a történet, ez a sok kicsi sokra megy, és azt gondoljuk, hogy mindig az első, amikor csinálunk valamit, az egy ilyen kísérlet. Nagyon sokat tanulunk belőle, sok hibát is követünk el, de ezeket a hibákat kijavítgatjuk, és újraindítjuk, és most már olyan szinten próbáljuk ezt megcsinálni, hogy általánosan használható legyen akár más termelőkre, de akár az ország más részén is működő bevásárló közösségeknek is példát lehet adni ezen keresztül. Ki tudtok-e különleges igényeket elégíteni például? Tehát most elég széles körben próbálok gondolkodni, hogy kik találnak meg benneteket. Kell egy olyan pillanat az ember életébe, amikor ezzel a témával találkozik, ami elsőre nagyon könnyűnek tűnik, meg tényleg, ahogy mondod, egy picit olyan naivitás is kell hozzá, viszont egy nagyon fontos dologról van szó. Tehát el tudom képzelni azt, hogy aki máshol nem találja meg, amire igénye lenne, de talán van egy olyan termelő a térségben, vagy a régióban, aki képes biztosítani azt számára, hogy erre mennyire tudtok lehetőséget biztosítani, van-e rá kapacitás? Hát egyrésztről a speciális igények, az ami mai kor népbetegségei, glutén, érzékenység, különböző ételallergiák, erre vannak megfelelő termelők, de nem csak őstermelők, hanem kistermelők, vagy kisvállalkozások is beszállítanak a kosárban ma már, az a lényeg, hogy helyben, vagy itt a város környékéből származzanak ezek a termékek. Illetve azt veszük észre, hogy a vásárlóink azokat az ízeket szeretik, amelyekhez így jutnak hozzá. Mert ugye sokszor úgy vásárolunk mindannyian, hogy szemre valami gyönyörű, egy szép alma. De nem baj, ha a reteknek retek íze van. Nem baj, így van. És akkor utána, amikor beleharapunk, akkor lehet sokszor jön a zsalódás, hogy hát ez nem az, amire rég gyerekkoromból vagy rég múlt időkből emlékszem. Viszont hogyha ilyen organikus módon termelt élelmiszerekről beszélünk, zöldségekről, gyümölcsökről, vagy akár húsokról is, vagy lehetőleg olyanokról, ahol mondjuk egy csirke az valóban tud kapirgálni, és valóban tud szabad életet élni valamilyen szinten, akkor ott ennek a tartásból származó következmények például a termékek ízében is megjelenik. És én annak örülök egyébként, amikor vannak vásárlói visszajelzések, ugye minden pénteken ott vagyok a kosárba önkéntesként, vannak vásárlói visszajelzések, és akkor azt mondják, hogy egy-egy termelőnek milyen jó volt a csirkéhúsa, vagy a befőtt, úgyhogy ez nagyon jó. És ami nagyon érdekes, hogy a speciális igények mellett van egy másik izgalmas kérdés, az általános igények. Azt vettük észre, hogy akkor működik a rendszer, hogyha viszonylag széles ez a mi portfóliónak nevezzük, tehát a gyümölcsök, szezonális termékek, zöldségek mellett tejtermékeket, vajat például, sajtokat széles választékban meg lehet vásárolni, hogyha ez működik, vagy vannak féle hús készítmények, vagy ilyesmi termékek, akkor szívesebben jönnek oda az emberek, hiszen akkor ugye egyben meg tudom vásárolni mondjuk az egész heti családnak szükséges élelmiszert, és akkor nem kell még elmenni ide-oda-amoda. Egy percünk maradt a beszélgetésből, de mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy az ide bekerülő termelőknek, őstermelőknek, kistermelőknek, akiknek a termékét pozitívan értékelik a vásárlók, az ő számukra ez milyen szintű elismerés, vagy mit jelent ez nekik a további tevékenységük szempontjából? Hát nagyon fontos. Amikor időnként megkérdezzük a vásárlóinkat, és jönnek a visszajelzések, alig várják a termelők, hogy ezt meglássák, hiszen gondoljunk bele, hogy minden embernek fontos, hogy amit csinál, azt a többiek, pláne hogyha élelmiszerről beszélünk, hogyan értékelik. És ez egy nagyon-nagyon fontos visszajelzés, amikor van elismerés. És nagyon érdekes, néha előfordul valami kis
hiba a termelés során, és van időnként nagyon ritkán van reklamáció. De nagyon érdekes volt, amikor futottunk egy kört, hogy amikor történt ilyen reklamáció, akkor utána fél év múlva visszakérdeztünk a vásárlónak, hogy meg volt elégedve ezzel. És azt mondja, már nem is emlékszem arra, hogy mi volt a probléma, de ahogy el lett intézve, az megmaradt benne, és ő így megmaradt. Tehát akkor beszélhetünk egy közösségről, igen, egy igazi abszolút. Közösségről. Igen.